Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok, és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Visszatértem egy újabb Minecraft kísérlet videóval hozzátok. Ebben a videóban nektek páncélokat fogok bemutatni, ami nem másról szól, mint hogy nem csak az alapokat, amit ugye mindenki ismer, a bőr, a vas, az arany és a gyémánt páncél, hanem szinte minden egyes blokkból tudunk páncélt csinálni. Látjátok, itt van ez, hogy Block Armor Vanilla Armors. Rámentek és figyeljétek, gránit, diorit, stone, egy csomó fajtából lehet csinálni dolgokat. Látjátok, milyen óriási mennyiségben lehet. Nézzétek meg, görgetek, görgeket, görgetek, és még mindig teli van. Igen, ennyi fajta páncélzat áll rendelkezésünkre ezzel a moddal. Szóval srácok, most ezzel fogunk szórakozni. A legeslegviccesebbeket bemutatom nektek, és utána kicsit kísérletezünk, hogy a mobok vajon milyen hatással vannak ránk, hogyha mi mondjuk nekik megyünk egy ilyen vas páncéllal, vagy mondjuk egy redstone páncéllal, vajon az mennyit véd rajtuk, vagy ki tudja az, hogy kigyulladnak az ilyen tűzpáncéltól, de mindjárt egy pillanaton belül srácok, meglátjuk. De előtte ezt mindenféleképpen le kell, hogy üssem, ez milyen durván néz ki. Na, oh, jej, azt a rohadt, ez milyen király volt. Ezért már megéri dobni egy lájkot a videóra, én mondom. Na azt mondom nektek srácok, hogy kezdjük is elsőnek, ami kb. A legtöbb van az egész Minecraftban, a sima kőpáncéllal. Ugye kőpáncél szerintem még nem sokan láttatok, mivel az alap Minecraftban egyáltalán nincs ilyen. Szóval nézzük is meg, hogy hogy mutat rajtunk. Azt a rohadt, de jól néz ki, úgy tökre el lehetne bújni. Mondjuk, hogyha valahol lenne ilyen köves vidék, ide is jövök, mondjuk ide állok ezelé. Hello? Igen, én csak így becsukom a szemet, mondjuk, hogyha ide fordulnék, így tökre beleolvadok az egészet, csak így a kezem lóg ki egy picit. Ez milyen menő lenne, srácok, szerűen így bujkálni az emberek előtt, csak így beleolvadunk a környezetbe. A következő nem más lesz, mint a homok, cuccok. Hát, hogyha már itt vagyunk a sivatagban, próbáljuk már ki ezt is, szerintem tök jól fog kinézni, és úristen, milyen király. Jól néz ki, teljesen ugyanaz a textúrája, mint a mellettem lévő kis homokbloknak. Hát igen, ezzel is tök jó lenne, komolyan mondom, így futkosni így az erdőbe, bár pont, hogy az erdőbe nem, itt futkosunk így a sivatagba, és szinte alig venne észre valami ember. Így lehet még királyul bujkálni a playerek előtt, hogyha ez a mod engedélyezve lenne a szervereken. Na jó, az egyik legkirályabbat megtaláltam, ezt figyeljétek, grass chestplate és fű dolgok, figyeljétek, milyen zöld az egész, és így a teteje zöld ezeknek. Hát ez milyen menő néz ki, hogy a sisakunk úgy néz ki, komolyan mondom, mint egy blokk lenne a fejünkön. Oda is megyek mindjárt egy fűblokkhoz megnézni az egész, hogy mennyire hasonlítok hozzá. Már most pont itt vagyok, már én csak leások egyet, és még ide jövök, és akkor ops, én is egy ilyen fűblokk vagyok, meg a fejemről amúgy el is hinnék, mivel a fejem az tisztán olyan textúrája van, mint az egész blokknak mellettem, és a lábam is teljesen be van vonva földdel. Ez milyen királyul néz ki, vagyis hát dörtel fogalmazzunk, pontosan, hogyha már így vagyunk. Na ne, ezt nem fogjátok elhinni, hogy ez milyen. Bedrock dolgok. Nézzétek meg, health boostot ad nekünk, azaz több életünk lesz. Vegyük is fel, hogy néz ki vajon. Úristen, tényleg, mint hogy a bedrockba lennénk. Átváltok game mode nullába, hogy tényleg ad-e nekünk életet. Nézzük meg, hát plusz életet nem ad, de fullos páncél. Ez olyan, mint a gyémánt. És még mozog rajtunk a textúra. Úgy láttam az előbb, hogy itt bemozdult valamennyit. Nézzétek meg, plusz 40 health. 10 armor, még visszalökés is ad, ez milyen jó lenne, ha komolyan ilyet lehetne craftolni és így játszani egy survival sorozatba. Ez mennyire királyul néz is ki, plusz mennyire jó statjai vannak, hogy plusz 3 armor, 40 élet, ufú, ez király. Na srácok, még körülbelül 2 mutatok be nektek, gondoljátok, hogy milyen lehet még a felhozatal. Annyira kérlek titeket, hogyha szeretnétek egy második részt, mindenféleképpen lájkoljátok ezt a videót, és írjátok meg kommentben, hogy sajt, mutasd be még a többi király dolgot, mert én még szeretnék egy második részt, csak hát ahhoz ti is kelletek. És most akkor jöjjön az utolsó előtti páncél, amit ebben a videóban bemutatok, ami nem más, mint a kidobó páncél, azaz a dispenser páncél. Milyen viccesen nézünk ki most komolyan. Úgy néz ki a lábunk, mint egy furnace, itt meg van egy lyuk. Úgy nézünk ki, mint Tony Stark, tudjátok, a vasemberben, annak is van egy olyan lyuk ott a mellkasán. Tökre úgy nézünk ki, ez az igazi vasember páncél. Milyen vicces lenne, ha tudnánk ott kilőni magunkból mindenféle nyilakat meg dolgokat. Megváltozott a véleményem, srácok, egyet még muszáj lesz bemutatnom nektek ezután. Ezt figyeljétek, glass helmet és láthatatlanságot okoz nekünk, ha ezt fölvesszük az egész szettet. Nézzek, fölvesszük.
veszük, és milyen jól ránk épül az üveg, és nézzétek meg, elméletileg eltűnünk, mert ott van nekünk, hogy láthatatlanság effektünk van. Hát mit ne mondjak, nem annyira látszik az, hogy láthatatlanak lennénk, de hogyha a játék azt mondja, hogy azok vagyunk, akkor én elhiszem neki. Leszvonlok mindjárt egy zombit. Ne! Ne! Észrevett a zombi, pedig láthatatlan cucc van rajtam, és még sebet is, ezt nem hiszem el. Gyorsan felkapom a dispenser dolgokat, azok hát ha jobban védenek. Bár fogalmam sincs az, hogy a dispenser miért védene jobban, mint az üveg. Hát azt mondjam, hogy ennek elég szar, a bedrokkal milyen jó lenne, ezt ki is próbálom. Na mi van, zombi? Bedrock cuccba vagyok, most sebezzé meg, ennyi. Most már csak feleket tudsz két ütésből sebezni, te! Most már nem él semmit ellenem, bedrock cuccba simán leütlek, te zombi! Gondolom most már nagyon sokan sejtitek azt, hogy én meg milyen páncélt fogok utoljára bemutatni. Igen, az egyik kedvenc blokkomat fogom most magamra ölteni, figyeljétek! TNT páncél, milyen királyul néz ki, egy kis TNT blokk a fejem, plusz tele van írva az egész szette, hogy TNT, ilyen márka elhelyezés van rajta, a lábam is úgy néz ki, mint a TNT blokknak az alja. Hát srácok, elméletileg ez robban nekünk, de fogalmam sincs az, hogy ez hogy lehet kivitelezni, hát nem minél, vagy föl fogunk robbanni, és tök jó a hátunk tetején meg a TNT blokknak a teteje. Hát ez nagyon jól néz ki, ilyenben milyen jó lenne komolyan bevonulni egy várba, és úristen, a csávó nagyon robbanékony. Ezzel a szettel, srácok, biztos, hogy berobbannánk a köztudatba. Szóval srácok, ez a videó ennyi lenne, én remélem, hogy nagyon-nagyon élveztétek. Hogyha így volt és szeretnétek egy következő részt, kérlek dobjatok egy hatalmas lájkot és kommentbe jelezzétek. Ezen kívül, hogyha támogatni szeretnél, hogy még több király videót csinálják a közeljövőben, akkor légy szíves, iratkozz fel a csatornámra, mert akkor király lesz minden. Na sziasztok!